Sziasztok! Sziasztok! Várandós vitamin sorozatunkban ma a várandóságra való felkészülés és a várandóság alatti tudatosságról beszélgetünk. Kabala, amit már két kisbabát is szültél, és ezt a drága kis csöpséget ráadásul velünk, egy gyönyörű szülésed volt. Köszönöm. De akkor még nem voltunk veled, amikor a várandóságodra készültél fel, hogy az tudatosan csinált? Abszolút tudatosan. Hát így amennyire így ismerhettek, így rájöttetek már, ugye, hogy egy tudatos nő vagyok, de igen, a botival, ugye meg volt a Kriszel az esküvünk augusztus végén, és én mentem a gyógyszertárba, mert hülye szerettem volna a kisbabát, és hogy mondtam a Krisznek, mondom, én veszek terhes vitamint, és csak egy kamillázott, hogy már most, mondom, figyelj, nem lehet tudni, elkezdtük a gyártást, ha jön, szükség van a szervezetemnek egy kis vitaminra, fel kell tuningolni teljesen. Tudhatod, hogy mikor fogad meg, tehát azért az nem így megy, hogy egy csettintésre. Hát igen. És akkor most jövő étkezdem terhes leszek, vagy várandós leszek, hanem ez egy fontos tervezési feladat. Igen, abszolút. Szerintem ez ugyanolyan fontos, mint mikor már terhes vagy, és az idő alatt is szeded a vitamint. Tehát így voltam vele, hogy jön, amikor jön, a vitamint elkezdem szedni. És akkor el is kezdtem szedni a vitamint, most már tudjuk, hogy 3 hónapnyi valami terhes is lettem, szóval pont jókor kezdtem el szedni szerintem. If I could hear my father's voice, he would tell me to move on. Szeptemberben elkezdtem szedni a terhes vitamint, és december közepén tudtuk meg, hogy ugye jön a boti. Na jó, leteszlek, Aliz, mehetsz. Szia! Papa! Ugye, hogy jön a boti, és egy utólag visszagondolva, hogy mennyire jó, hogy pont az 3 hónap kellett, hogy szerintem a szervezetem totál felkészüljön. Gondolkoztam amúgy azon, hogy most ugye elkezdjek csak forsavat szedni, vagy csak D, csak C, hogy egyszerűen annyi vitaminnak megvan a saját maga párja, ami kell, hogy kiegészítsék egymást, hogy így úgy döntöttem, hogy jó, nem, akkor inkább tényleg terhes vitamin, és akkor abban minden benne van. Anikám, hát te most már második körbe vagy, igen, jelen pillanatban. Igen. Ugye az első baba Marci Laci, aki nálunk született, ti is tudjátok, ismeritek ezt a kis cunci mókust, vasgyúrót, igen. Ugye amikor az első babára készülünk, akkor nagyon sokszor még nagyon sok mindent nem tudunk. Igen. Ugye? Jön majd, ha jön, hadd jöjjön, ő dönti el, ugye ilyeneket szoktunk mondani, de hát azért ez nem egészen így van egyébként. Hát nem így. Mert hogy én nem voltam tudatos felkészülő, mert hogy én a 4. hónaptól kezdtem el a várandós vitaminnak a szedését, és amikor ugye 4 hónaposan bekerültem a kórházba. Akkor már 4 hónapos várandós voltam. Igen, 4 hónapos várandós voltam, és a doktor nem mondta, hogy Andrea maga szed várandós vitamint? Hát nem. Hiszen ugye hát miért gondoltuk volna azt, hogy ugye teherbe esek, amikor ugye nekem is és a páromnak is egy olyan papírunk volt, hogy nem lehet babánk. Hát én most melyiket szedjem, doktor? Annyi féle van, és a doktor nem akkor ajánlotta ugye a Gravida Optimát, és onnantól kezdve voltam úgymond tudatos felkészülő. Az biztos, hogy jó választás volt, csak mondom, azt az egyet bánom, hogy nem az elejétől kezdve, illetve nem a tervezéstől kezdtük el ezt szedni. Time to laugh and time to heal. A favorite song is on repeat. Stuker, mami. Te most már a második babára készülsz. Tudom, hogy az első babánál nem is volt időd rá, hogy a felkészülési időszak alatt szedjél vitaminokat, mert hogy nem tudtad, hogy jön a baba. Nem. De most nyilván már másképpen működik. Nálam úgy volt, hogy Zoe-nál nem sikerült. Ugye hamarabb jött, mint gondoltuk. A második babával már tudatosabban készülök a várandóságra, mert nekem Zoe-val volt egy kis vérszegénységem a szülés után, és ugye az pedig a vas. Ugye én azt nem nagyon fogyasztottam. A szülés előtt nagyon jó volt a vérképen, viszont szülés után ugye, hogy császármetszéssel szültem, azért elég sok vért veszít ilyenkor az ember, és az első felálláskor, ugye amikor felálltunk, akkor én így megborultam, de úgy rendesen.
És akkor vettek vért, és mondták, hogy hát lehet, hogy kell vért kapjak, de nem biztos. És akkor azt mondták, hogy várunk még egy kicsit, és akkor majd elválik, hogy kell vagy nem. És akkor szerencsére nem kaptam vért. És ezért mondtam azt, hogy a második babánál már biztos, hogy le fogom küzdeni azt a vitamint, mert muszáj. Mert ugye tudjuk azt, hogy az anyai szervezetből táplálkozik a baba. Tehát tulajdonképpen csak azokat a tápanyagokat kapja meg, és azokat az alkotóelemeket, vitaminokat, amelyek az anya szervezetében benne vannak. Amik nincsenek benne, azt nem kapja meg. Ezért is nagyon fontos, hiszen az első pár hétben nem is tudjuk, hogy már állapotosok vagyunk, hogy a felkészülés időszakában, amikor már tervezzük a babát, akkor is felkészült legyen a szervezetünk egy kisbaba táplálására, vagy egy magzat táplálására. Tehát annyit nem tudok enni, meg annyi vitamint nem tudok bevinni a szervezetembe, ami nekem is elég, és a magzatnak is. Úgyhogy mindenképpen vitaminozunk. Vannak olyanok, akik azt gondolják, hogy ugye áttérnek ilyenkor, nagyon sokan életmódváltást csinálnak, áttérnek egészségesebb táplálkozásra, és azt mondják, hogy ezzel mindent megtettem annak érdekében, hogy a babámat tudjam táplálni. Szerinted ez elegendő? Az egy dolog, hogy változik az étrendünk. Ugye kicsit jobban odafigyelünk, bár a várandosság előtt is már én úgy gondolom, hogy azért több folyadékot iszik az ember, több zöldséget, több gyümölcsöt, tehát mindenből azért kicsit minőségiben próbálunk étkezni, de nem elég, mert nincs benne annyi. Uh-huh. Tehát én például, hogy vegetáriánus vagyok, nem eszem halat. Uh-huh. Tehát ez már ugye probléma. A zöldségekben ugye nem eszek brokkolit, ami kéne, kelbimbó, karfiol. Tehát ezeket megint nem eszem meg, és ez is kellene. És a vitamin, tehát a terhes vitamin, abban viszont ezek pont, hogy benne vannak. Így ezáltal nem veszítek semmit. Így, hogy szedem a vitamint, mert ha nem szedném, akkor viszont az problémásabb lenne. A kisbaba semmi másból nem tud táplálkozni, csak az anyukájából. Tehát ugye ez nem úgy van, hogy beszívjuk a levegőt, és akkor az kintről jön, és akkor majd más vitaminok termelődnek, hanem pontosan csak az édesanyja hatóanyagait tudja tulajdonképpen saját maga számára felhasználni. Ezért is volt nagyon jó szerintem, hogy én szedtem a vitaminomat, mert hogy én a Botival, hát megtudtuk, akkor voltam 5 hetes, és a 8. héttől a 15. hétig hánytam, nagyon rosszul voltam, tényleg csak ideg mandarint tudtam enni, semmi más szinte. És már volt olyan, hogy annyira lelkiismeret fordulásom, hogy úristen, nem tudom táplálni a kisbabámat, hogy nem tudom elegendőt enni, mert egyszerűen annyira rosszul vagyok, és ahogy hívtam anyát, és mondtam neki, és mondta, hogy ne izguljak, mert az a gyerek, amire szüksége van, azt el fogja venni tőlem. Tehát ennek max én látom a kárát, de hát ugye, hogy szedtem a vitamint, hogy itt is előjön, hogy mennyire jó, hogy szedtem, mert ő ugyebár mindent megkapott, oké, hogy én fogytam, meg nagyon rosszul voltam, de ugye ez egy plusz volt neki, hogy ez jó volt, így, hogy a vitamin az ugyanúgy menne neki, attól függetlenül, hogy nem ettem rendszeresen, mindenféle, igen. De hát aztán bepotoltam, amikor elmúlt a rosszulét, akkor aztán adtam az élvezetnek, de igen, hogy az elején ez nagyon-nagyon jó volt és fontos. Szerintem nem tudunk, egyszerűen nem tud a szervezetünk mindent duplán termelni. Egyrészt igen, duplán termelni, meg hát ugye szokták mondani, hogy attól, hogy kisbaba, nem duplán kell lenni, hanem a minőségre kell figyelni, ugye nem a mennyiségre. És nagyon sok olyan étel van, amit nem tud úgy hasznosítani a szervezetünk, ahogy egy vitamint. Szóval ezért is fontos szerintem, hogy szedjük azt a vitamint, mert nem tudunk mindent bevinni tápanyaggal. Most ehetünk mi nagyon sok májat, tegyük fel például a vas miatt. Nem fog annyi belekerülni a szervezetünkbe, amennyire egy te várandós kismamának valóban szüksége van. Szóval én amellett vagyok, hogy mindenképp kell vitamint szedni. A várandóság azért ez egy más állapot, hiszen nagyon sokan úgy fogják fel, hogy ez egy betegség, de hogy ez nem betegség, ez csak egy állapot, egy 9 hónapig tartó állapot, és igazából tehát nem csak ugye külső hatásunk, hanem ugye belsőleg a szervünk is ugye teljesen máshogy reagál, tehát hogy de nekem is iszonyatosan elváltozott a testem, amit úgy megijedtem, hogy úristen, hogy ez micsoda.
és ez nagyjából egyébként az ötödik-hatodik hónaptól kezdtem el ezt jobban észlelni magamon. Úgyhogy ezért is fontos az, amit egyébként ugye a táplálékkal nem tudunk bevinni, és ehelyett ugye a várandós vitamin fedezi ezeknek a hiányát, pótlását tulajdonképpen. Igen. Egyébként azért is érdemes, amikor eltervezzük, mert nem tudhatjuk, hogy mikor esünk teherbe, hogy mikor leszünk várandósok, és legalább 3, de akár valakinél 6 hónap kell ahhoz, attól függ, hogy milyen a kiinduló állapot az anyának, igen, hogy ezek a vitamin és hatóanyag raktárak feltöltődjenek, amiből aztán a baba tud táplálkozni. Igen. A szoptatás alatt is én úgy gondolom, hogy fontos, hogy szedjük ezeket a vitaminokat, mert ugye amíg a pocakban van a baba, addig tápláljuk belülről. Viszont pocakon kívül is mi tápláljuk jó esetben. Ahhoz pedig és hát nálad jó eset volt. És nálam pedig ezért jó eset volt, és kell ez a vitamin. Tehát azt mindenképpen tényleg ajánlom mindenkinek, hogy pótolja, mert erre szüksége van a szervezetnek, meg ugye a babának is. Eddig beszéltünk arról, hogy az anya szervezete szempontjából miért fontos egy várandós vitamin, és beszélünk arról, hogy a magzatfejlődésének szempontjából miért nagyon fontos. Már a felkészülés időszakában, tehát amikor eldöntöttük azt, hogy babát szeretnénk, hiszen egy csomó olyan szerv, vagy az idegrendszer, vagy olyan rendellenesség alakulhat ki pont abban az időszakban, amikor még sokszor nem is tudjuk, hogy babát várunk. Várandós vitaminra ezért is szükség van. Lehet, hogy te már az első trimeszterben vagy, ugye? Lehet. Még nem is tudjuk. Lehet. Mert hogy vannak ilyen jelek. Igen, ez még, még nem nincs biztos. Kétség, persze, még nincs kétség. Főleg akkor nagyon fontos szerintem ez az egész vitamin, amikor még azt se tudjuk, hogy ezekből a kisbabánk lesz. Azt se tudtuk, hogy a pocakomban van, de az idegrendszere már ki volt fejlődve, és hogy ez is mennyire jó volt, hogy én azért ezt nyomattam neki teljesen a vitaminokat. És nem akkor kezdted el, amikor, igen, amikor már még túl volt, volt ezen. Ott volt ez a kétség, igen, hogy akkor rohantál egy egyszerre, és vetted meg a várandós vitamin. Mert általában ugye az, amikor kiterül a 6-8. Hét is addigra, ezeken már réges-régen túl van egy kisbaba fejlődési szakaszába, hogy az idegrendszer akkor már teljesen ki van fejlődve. Például ami egy nagyon fontos dolog, a velőcső záródás, arra például mindannyian tudjuk, hogy aki tervező egy kisbabát lesz, hogy arra a fósav a legjobb dolog. Tehát ezt is már ezt ki tudtuk szűrni, effektív azzal, hogy elkezdtük hamar szedni a terhes vitamint, mert ha megtudjuk, hogy nekünk kisbabák lesz, addigra már rég ez lezajlott ez a folyamat. Így van, és ennek a kockázatát tulajdonképpen lehet csökkenteni vele. Igen. Ez szerintem nagyon fontos. Akkor ugye az idegrendszere is már rég kifejlődött, amihez ugyanúgy hozzájárul a vitamin. Szóval, hogy egy olyan dolgokon tud segíteni, amikor még nem is tudjuk, hogy ott fejlődik bennünk egy kis ember. Kövessétek az anyukáinkat és a sztármamikat, na ezzel az ujjatokkal? Nyomjátok meg a feliratkozás gombot. Köszönjük, hogy velünk vagytok! Most itt.